Április 30-án egy jó hangulatú projektzáró eseményre került sor Tiszaigaron. Az Észak-Alföldi Operatív Program keretében elnyert támogatásból megszépült, megújult és akadálymentessé vált az idősek napközi otthonának is helyet adó épület. 2012. december 10-én, tehát csaknem másfél évvel ezelőtt volt az a projekt indító esemény Tiszaőrsön, ahol dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter jelenlétében adták hírül, hogy megkezdődhetnek annak a pályázatnak a munkálatai, amelynek eredményeként 4 település szociális alapszolgáltatásának helyet adó épület megépítésére, illetve felújítására kerülhet sor. A pályázatban végül 3 község vett részt. A projekt előzménye az volt, hogy az új Széchenyi terv keretében megpályázható forrásra a Tiszafüredi kistérség több célú társulása adott be egy tervet, amelyben a már meglévő szociális alapszolgáltatások fejlesztésére kértek támogatást. Az EAOP 4.1.3/A 11/2012-0065-ös számú projekthez a kedvezményezett több mint 139 milliós támogatást nyert. A projekt eredményeként Tomaj Monostorán egy 173 négyzetméter alapterületű, akadálymentesített épületet emeltek, Tiszaőrsön az idősek nappali ellátására szolgáló épületet újították fel, és környezetét tették rendbe. Tiszaigaron a meglévő épületet kívül-belül felújították, akadálymentesítették, a fűtési rendszert korszerűsítették, informatikai berendezéseket és konyhai ételszállító eszközt vásároltak. Ezen a napon, vagyis április 30-án került sor a Szociális Szolgáltató Központ Tiszaigari Szakmai Egységének ünnepélyes átadására, illetve bemutatására. Az intézmény többféle szolgáltatást biztosít a község lakóinak. Étkeztetést, házi segítségnyújtást, idősek nappali ellátását, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást. A helybéliek által öregek napközi otthonának nevezett épület nyitott kapuval, terített asztalokkal és vidám beszélgetéssel várta az érkezőket. Szilágyi László polgármester köszöntőjében elmondta, hogy 2007-ben már volt itt egy pár millió forintos felújítás. Ez a pályázat elsősorban az akadálymentesítésről, illetve az ehhez kapcsolódó felújításokról szólt. A fűtés olcsóbb átételéhez egy másik pályázati forrást használtak fel, bálákkal fűtött kazán biztosítja a megfelelő hőmérsékletet, illetve a költségek csökkentését szolgálják a tetőn elhelyezett napelemek. Nagy öröm számomra, hogy azért elmondhatom, hogy az utóbbi években vagy utóbbi ciklusokban azért nem először újult meg az épület, hiszen azért 2007-ben már volt egyfajta beruházás, pályázat, aminek most úgy gondolom, hogy a bezárás vagy a folytatása megtörtént, hiszen akkor szintén egy pár millió forintot sikerült nyerni pályázaton, nyílászárócsere, burkolatok cseréje és egyéb dolgok megtörténtek. Igazából ez a mostani pályázat inkább azt mondom, hogy akadálymentesítés az ahhoz kapcsolódó felújításokról szólt, de ezeken a pályázatokon kívül még külön pályázatot is sikerült erre az intézményre nyerni, hiszen a fűtése sikerült megoldani báláskazánnal vagy bálástüzeléssel, kiváltottuk a drága gázköltségeket, és így akár ezen az intézményen is több százezer forintot sikerült az önkormányzatnak így nyerni, hiszen a bálákat saját magunk állítjuk elő, olcsóbbá vált a fűtés, és remélhetőleg jobb is a hőérzet oda bent, hiszen ezeknek a báláknak a fűtő értéke sokkal komolyabb, mint ennek a langyított gáznak. De hogy egy kicsit komolyabban is beszéljünk erről a beruházásról, ennek a pályázatnak a címe Szociális Alapszolgáltatások Fejlesztése a Tiszaföldi Kistérség 4 településén című projekttel indult. Utána ebből a 4 településből már csak 3 lett, technikai dolgok miatt az egyik település kivált ebből a társulásból, és ő külön kívánta megoldani a dolgait. Így összességében egy pár szót hogy mondjak már a beruházásról. 2012 évben 139.347.000 forint támogatást nyert a összeállt 4 település az új Széchenyi terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszerén keresztül. Szociális alapszolgáltatások fejlesztése a Tiszaföldi Kistérség 4 településű című pályázaton.
ennek a kódszáma, ami így gondolom, hogy nagyon fontos megjegyezni, ez ZAO 4.1.3 per A kötőjel 11 kötőjel 2012 kötőjel 0065. Megtörtént a informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, laptop beszerzése, konyhai ételszállító eszközök, tehát egy uniós melegen tartó ételszállító kocsinak a beszerzése történt meg. Szociális szolgáltatóival a komplex szakadálymentesítés, amiről szóltam, hogy inkább ez a beruházás erről szólt, és ehhez kapcsolódó felújítások, átalakítások, hiszen azért tudjuk, hogy ajtót kellett cserélni, korkatokat kell cserélni, mert itt minden előírás van. De a legnagyobb változás igazából a vizes blokkban látható, hiszen ott kerekesszéke is meg kell, hogy tudják közelíteni az erre rászoruló személyek. Így ott történt egy igazi nagy átalakítás. Maga az egész épület egy 190 négyzetméter, úgy gondolom, hogy azért sikerült teljes egészével megújítani, még úgy is, hogy esetleg nem tartalmazta teljes pontossággal a pályázat részét, sikerült megoldani, szépen átszínezni az épületet, úgy gondolom, hogy már is barátságosabbá vált. És ami még nagyon-nagyon fontos, hogy nem csak a fűtést tudtuk egy kicsit gazdaságosabbá tenni, hanem ugyanígy a melegvíz előállítását, hiszen most is nagyon szépen süt a napocska, termelj nekünk a melegvizet, ami a mosogatáshoz, zuhanyzáshoz, kézmosáshoz nagyon hasznos. Itt tényleg úgy gondolom, hogy a intézmény rezsijét nagyon-nagyon szépen százaléka pontosan, nem tudom megmondani, hogy mennyivel, de nagyon sok százalékkal sikerült lecsökkenteni. Ennek a pályázat keretén belül a többi településen is, akik benne voltak a társadalásban, megújultak az intézmények, úgy, mint a Tiszaörsi intézmény szintén megújult, illetve Tomajonosnál egy teljesen új épület került felépítésre. Én úgy gondolom, hogy szinte amit itt a főnök asszony is elmondott, hogy nagyon jó egészséget és nagyon jó munkát kívánok mindenkinek ez az intézményhez. Bízok benne, hogy a mai nap keretén belül itt a nyílt délutánon még több személyt sikerül majd vendégül látunk, aki meglátja, hogy valóban milyen barátságos lett ez az épület, ez az intézmény. Reméljük, hogy még többen fognak majd beiratkozni, és valóban az intézmény nem csak a 5 éves működtetési kötelezettséget fogja túlélni, hanem még nagyon-nagyon sok mindenki. Ezt követően Fazekas László lelkipásztor lépett a jelenlévők elé, aki elmondta, hogy Kunmadaras mellett helyettesítő lelkészként dolgozik Tiszaigaron. Isten igéjét Pál apostolnak a korintusziakhoz írt második leveléből idézte, amely a lélek megújulásáról szól. Időskorban általános az egészség megromlása, de a lélek naponként megújul, mondta a lelkész. Az ünnepség az otthon munkatársaiból és az idősekből verbuválódott csapat vidám műsorával, majd Berényi Lajosné előadásával folytatódott. Azért állunk újra itt, hogy köszöntsünk mindenkit! Ujj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 
kártyázunk is, ha van kedvünk. Ujj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 j
csak épp ne legyek nyugdíjas. Ezt követően anyák napja alkalmából az óvodások köszöntötték az összes vendéget, édesanyákat, édesapákat, nagyszülőket, akik az otthon munkatársaitól egy-egy szál virágot is kaptak. A projekt záró esemény végére elkészült a finom ebéd is, így az ünnepség közös és vidám estebéddel fejeződött be.